Sziasztok! Azt mondják, a stílus maga az ember. Eredetileg a szó íróveszőt jelentett, aminek a hegyes végével vésték a szöveget, a tompa végével pedig el lehetett törölni a szöveget, ilyen értelemben azt is lehet mondani, hogy a radír elődje volt, és egy ókori szerző azt ajánlja, hogy ha valaki szépen és jól akar írni, akkor fordítsa meg gyakran a stílust, tehát ne csak írjon, hanem törölje is. Ebből következik az, hogy ahhoz, hogy jól írjunk, jól beszéljünk, bizony meg kell válogatnunk a szavainkat. Minek van stílusa? Bárminek, ahol választani lehet. Ha ismeritek Ottlik Géza iskola a határon című regényét, akkor ott még a katonai egyensapka viselésének is van stílusa, ami egyénit, amitől a stílus maga az ember. Lehet szó lakberendezési stílusról, vezetési stílusról, bármiről, ahol választani lehet. Mi a helyzet a nyelvi stílusnál? A nyelvi stílus mindig választás és elrendezés eredménye. Választás, tehát a nyelvi elemek közti választás, és azok elrendezése. Én is elrendezem itt ezt a táblán. Elrendezés. Minden stílus elemmé válhat, ami képes stílus hatást kiváltani. Maga a stilisztika, nyelvészet és irodalom határterülete, van egy általánosabb stilisztika, ami a nyelvi kifejező erővel foglalkozik, a konkrétabb irodalmi stilisztika pedig egyes korszakoknak, vagy pedig egyes szerzőknek a stílusával. Minden lehet stílus elem, érhet el stílus hatást, aminek stílus értéke van, ezt a szót is felírom. A stílus érték lehet állandósult, ezt találjátok például egy szótárban, akár magyar, akár idegen nyelvű szótárban a szó mellett a stílus minősítést, föl is írom azt, hogy stílus minősítés. Például archaizáló, népies, durva. Ez a szavaknak a denotatív jelentésével függ össze. Például, ha azt a szót leírom, hogy gyütment, akkor az mindenképp népies lesz, kettével. Tehát ez az állandósult stílusérték. Van azonban alkalmi stílusérték is. Ide írom, hogy állandósult, vagy állandó. A másik lehetőség pedig az alkalmi, ami pedig az adott kontextusból derül ki, tehát a konnotatív jelentéssel van összefüggésben. Ilyen például, amikor Petőfinél az van, hogy föltámadott a tenger, ott a tenger szó egészen más értelemben jelenik meg, mint szintén Petőfinél az, hogy tengervirág nyílik tarkán körülötte. Ha például József Attila Tiszta szívvel című versére gondoltok, van ott egy olyan sor, hogy harmadnapja nem eszek, az ikes igénél megszoktuk, hogy egyes szám első személyben M van, és hogyha ettől a nyelvi normától eltérünk, akkor az hiba. Itt viszont stílus hatást teremt, mégpedig a lázadásnak a hatását teremti meg ez a nyelvi normától elütő igei személyrag, az eszem helyett az eszek, tehát stílus elemmé válik. A következő pedig a stílus árnyalat, amiről beszélnék. Az pedig azt fejezi ki, hogy a beszélő hogyan viszonyul a tárgyához. Csak szélsőséges eseteket mondok, hogy világos legyen, tehát például lehet patetikus, amikor mélységesen tisztelem a beszédem tárgyát, vagy lehet gúnyos és szarkasztikus, hogyha lenézem és megvetem. A stílus árnyalatokat a nem nyelvi elemek közül legjobban a hanglejtéssel lehet kifejezni. Aki már hallott jó színész beszélni, tudja, hogy akár egyetlen egy szónak is több tucatnyi jelentése lehet a kifejezett, a hanglejtésben megmutatott stílus árnyalattól függően.
Különböző kommunikációs helyzetekben is máshogy és máshogy szólalunk meg. Ha emlékeztek a múltkori szövegtan adásra, ott erről már szó volt, akkor már említettem, és most fel is írom a stílus rétegeket. Stílus rétegek. Ez jelenti azt, hogy különböző kommunikációs helyzetben máshogy és máshogy szólalunk meg. Többféle felosztása van, tehát hogyha most két különbözőt olvasok fel, akkor ne jöjjetek zavarba, hanem gondoljatok a nagymama varrós dobozára, amiből mindig kiöntjük és újra csoportosítjuk a gombokat. Az egyik felosztás szerint mindegyiknek van írott és beszélt formája is, így beszélünk társalgási, publicisztikai, hivatalos, tudományos, szónoki és szépirodalmi stílusról. A másik felosztás viszont külön választja az írott és a szóbeli stílus rétegeket. Az írott stílusok között a tudományos, a publicisztikai, a hivatalos, a szépirodalmi vagy művészi és a levél rétegekről beszél. A beszélt stílus rétegek között pedig az előadói, ami tulajdonképpen a tudományosnak a szóbeli változata, a szónoki, tehát a retorikus, amiről már beszéltünk, illetve a társalgási stílus. A szépirodalmi stílusban természetesen mindegyiknek van átjárása, és az ábrázolás hitelessége miatt bármelyik megjelenhet. Emlékezzetek csak vissza a Pál utcai fiúkra, ahol Csónakos mindenkit papuskámnak hív, ami egy akkori szleng lehet, és nyilván elsősorban a társalgási stílust idézi föl vele a szerző. A jó stílus lényege az, hogy pontos és kifejező legyen, azt mondom, amit akarok, és úgy, ahogyan akarom. Azt a hatást keltem vele, ami a szándékom volt. Ennek az ellenkezője, ami igazából egy külön adást is megérne, a stílus hiba. Diákok dolgozataiban nagy mulatságára szokott szolgálni a tanároknak. Ilyen például a szűkszavúság, csak néhány példát idézek. Ideje volt megdönteni a királynét. A népdalokban is sokszor használt pásztorlány jelenik meg Radnóti Razglednyicák című művében. Mindenki hallja a hibát, gondolom. A szó fölösleg jellegzetesen gyakran a hivatalos stílusban fordul elő. Például vizsgálat tárgyává tesz, azzal szemben, hogy megvizsgál, vagy bemutatásra kerül, azzal szemben, hogy bemutatják. A dagályosság, körülményeskedés illusztrálására találtam egy mondatot, amit tényleg háromszor végig kellett olvasnom, hogy megértsem. Erősödött az oktatók motivációja a tudománnyal való aktívabb foglalkozás iránt. Tehát a tanárok elkezdtek tudományos munkát is végezni. A stílusrétegek közül először vegyük a tudományos stílusréteget, amelynek az egyik legfontosabb jellegzetessége, hogy tárgyilagos, neutrális, tehát semleges,
mindenféle érzelmi és festői hatástól tartózkodik, az érthetőség kedvéért a lehető legpontosabban fogalmaz. Gyakran használ szakkifejezéseket, definíciókat, levezetéseket, összetett mondatokat, azok közül is az alárendelő összetételeket részesíti előnyben. Az érzelmi hatásokat a mondatmodalitás kapcsán is mellőzi, tehát főleg kijelentő móddal fogunk találkozni, néha azért egy-egy kérdéssel is. Nagyon szereti a ténymegállapító, racionális mondatszerkezetet. Fontos szerepe van benne a kötőszóknak, mint a logikus mondatfűzés eszközeinek. Sűrűn használja a párhuzamos és ellentétes szerkezeteket. Nézzünk csak itt néhány példát. Végleg fel kell számolni azt az elfogadott gyakorlatot, amelynek jegyében növényt, állatot igyekeztünk a géphez alkalmazni, gépesítést tűrővé tenni. Itt rögtön láthatunk egy kijelölőjelzői alárendelést. Talán nem járok messze a valóságtól, ha arra gondolok, hogy ez a visszás gyakorlat, stb. Tehát egy többszörösen összetett alárendelő mondat, aki végignézte velünk ezt a alárendelő mondatokról szóló adást, az könnyen felismerheti, vagy itt a holott ellentétes kötőszó eléggé választékos, és itt ez a bizonyos ellentétes levezetés is, hogy termelőeszközként tekintünk az állatokra, de a fizikai törvényeken kívül a biológiai kötöttségek is hatnak rájuk. A publicisztikai stílus, a sajtó, az újságírás nyelve, néhány műfaját fel is sorolom, hír, tudósítás, riport, interjú, glossza, tárca, karcolat, és egyéb akár rádiós, televíziós, tehát szóbeli műfajok. A publicisztika célja mindig is egyrészt a hiteles tájékoztatás, másfelőle meggyőzés. Amit elvárunk, az az, hogy hiteles és pártatlan tájékoztatást kapjunk, ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a publicisztika mindig befolyásolni akarja a közvéleményt. Éppen ezért a jellegzetessége, hogy közérthető legyen, szereti a közkeletű nyelvi kifejezéseket, az új hatásos szavakat, ezeket úgy hívjuk, hogy neologizmusok, szereti az időszerű vonatkozásokat, nagy számban használja a hatásos címeket, ez egészen szélsőséges, például az internetes sajtóban úgy is hívják ezeket, hogy a kattintásvadász címek, amikor akár semmi köze sincs a cikkben foglaltakhoz a címnek, viszont biztos, hogy sokan rá fognak kattintani, mert annyira hatásos. A beszélt nyelvhez hasonlóan laza és könnyed, nagyon fontos, hogy elsőre meg lehessen érteni. A mondatok szerkezeti felépítésében világosságra törekszik, de egy hosszabb publicisztikában azért előfordulhatnak bonyolultabb kifejezések. Mutatok is egy 115 éves publicisztikai szövegrészletet. Szeretett úri véreim, értsük meg egymást. Kinizsifáj, ugye, és a malomkő. A keleti nomád lomhasága lázadt fel, ugye? Hogy semmisítsük meg ezt az embert, még a Krímiából velünk hozott eszközökkel, mert tanulni, tudni, és az ő fegyvereivel állni vele szemben nem tudunk. Ugye így van, szeretett úri véreim? Mert csak így lehet menteni ezt a világra szóló skandallumot. A szöveg Ady Endrétől származik, aki nem csak költőként, hanem publicistaként is nagy. Ajánlom a figyelmetekbe ezt a Menjünk vissza Ázsiába című 1902-es szövegét. Nem csak Ady korában volt nagy hatással az olvasóra az újságírás, a sajtó, hanem így van ez a mai napig.
A hivatalos stílus legfontosabb jellemzője a sajátos műszavak és kifejezések használata, a merev formulák megőrzése, a mondatokat túlterhelő szóhalmozás, dagályosság, körülményeskedés, az idegen szavakat nagyon kedveli, sokszor, mint ahogy a stílus hibánál idéztem is, szószaporító és sokszor helytelen is, nagyon nehezen érthető emiatt. Egyfelől ez abból következik, hogy általában joggyakorlati kérdésekben jár el, tehát nagyon pontosan kell fogalmazni, ugyanakkor az ebben a nyelvben, ebben a stílus rétegben járatlanabb olvasót nagyon meg is zavarja. Azt is lehet mondani, hogy ezt a fajta körülményeskedő, nehezen érthető nyelvhasználatot meg kéne szüntetni, vagy ha hivatalosan akarnám fogalmazni, akkor kiiktatásra kerülhetne. Létezik is egy ilyen mozgalom, ami azt tűzte ki céljául, hogy a hivatalos nyelv az érthető magyar nyelv legyen. Mutatok is erre példát ebből az indokolásból, nem elírás, nem indoklás, hanem indokolás. Személyes meghallgatása az ügyben elengedhetetlen, meghallgatásra beidéztem, ott van a törvény, hogy melyik törvény értelmében az idézésnek köteles eleget tenni. Továbbá, ha az idézésre önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, eljárási bírsággal sújtható, hát ezt érdemes volna egy mondattani elemzésnek alávetni. A második részből is, a végzésből is mutatok pár jellegzetes fordulatot. Végzésem ellen az érdemi határozatban lehet fellebbezéssel élni. Fellebbezéssel élni megint egy jó kis terpeszkedő kifejezés itt a végére. A levél tulajdonképpen írásbeli társalgás, tehát a magánlevelet azt a társalgási stílus írott formájának is lehet tekinteni, szemben mondjuk a hivatalos levéllel, amire a múltkor a szövegtan adásban jó sok példát is hoztunk, ami pedig mindenképp a hivatalos stílusnak a része. Annak ellenére, hogy a magánlevél legerősebben a társalgási stílus jegyeit hordozza, mégis azért megkülönböztethető a szóbeli társalgástól. Nagyjából csak azért tekinthetjük külön stílusnak, mert hogy megvannak a maga formai követelményei, amiket az internetes levelezésnek hála egyre kevésbé tartunk be, tehát a megszólítás, a dátum és az aláírás például. A levél stílusa természetesen nagyrészt attól függ, hogy ki és kinek írja. A társalgási stílus a mindenképpen beszélt nyelvhasználat talán leggyakrabban használt stílus rétege. A legfontosabb benne a közvetlenség, a természetesség, a hétköznapi mondatok, mondatfűzés. Nincs még egy olyan stílus réteg, ahol ekkora szerepe lenne például a hiányos mondatoknak. Nagyon sokrétű a szókincse, lehet benne csoportnyelv, tájnyelv, slang kifejezések, kedveli a tréfás, sőt adott esetben a durva vulgáris kifejezéseket is, ugyanakkor az udvariassági formulákat, vagy pedig a nyelvi kedveskedés, becézésnek a lehetőségeit, és ez a stílus réteg teremti meg legjobban a számunkra. Általában rövid mondatokat használ, és mivel ha beszélgetésről van szó, akkor van egy beszélgető partner, aki gyakran félbe is szakít, ezért nem csak hiányos, hanem félbehagyott mondatokkal is lehet benne találkozni. Mint mondtam, a szépirodalmi stílusban ennek is helye van, a reális ábrázolás és jellemzés céljából. Itt már is mutatok egy mixált novellából erre néhány jellegzetességet. A második mondatban például semmi, majd újra megismétli semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok, Bede Erzsi. Hisz akkor nem te vagy elítélve? Ó, édes Istenem, hát miért ítélnének el engem? A társalgási stílus jellegzetességei láthatók ebben a szövegben a szépirodalmi stílus mellett. A szónoki, retorikus stílusnak egy egész adást szenteltünk, úgyhogy most kifejezetten csak a stílus jellegzetességeit emelném ki néhány szóba. Megbeszéltük, hogy a lényeg a meggyőzés, és megfelelő állásfoglalásra, elhatározásra, buzdítás. Ezért a szónokok szívesen használnak ünnepélyes, választékos, sokszor túlzó szavakat, gyakran rokonértelmű kifejezéseket a nyomatékosítás, fokozás kedvéért. Közérthetőnek kell lennie, ezért stílusában kerülni fogja a szónoki beszéd az idegen szavakat,
és mind az archaizmusokat, mind a neologizmusokat. A mondat szerkezetben, hiszen az érvelés a legfontosabb része, a cáfolat és a bizonyítás, szereti a halmozott mondatrészeket, a felsorolásokat és a figyelemfelkeltés nyelvi eszközeit, akár a költői kérdéseket, megszólításokat és modalitásokat tekintve pedig a felkiáltó és kértő mondatokat. Ez a szöveg, ami itt megjelenik, ez Kossuth 1848-as beszéde, abból mutatok pár dolgot. Szegény, elárult hazám oszlopa, mélyen megilletődve hajlok meg előtted. Egyrészt ez a captatio benevolentiae, tehát a szónok megszerzi a közönség jó indulatát, azzal, hogy saját maga szerényen nyilvánul meg, az őt hallgatókat pedig a magasba emeli. Midőn Szeged népét látom, azt tapasztalom, hogy nincs mit sajnálnom, mert itt többre nincs szükség, mint hogy a lelkesedés előtt mélyen meghajoljak. Szegedre azért jöttem, hogy itt a lelkesedést szemléljem. A beszéd elején vagyunk tehát, amikor a hallgatóság meggyőzése a jó indulat megszerzésével kezdődik. Kossuth Lajos hangja jóval későbbről egy 1890-es beszédből fennmaradt, és bár nagyon kezdetleges volt, akkor még a hangrögzítés, fonográffal sikerült megőrizni ezt a hangot, később felújították, és talán valami érthető belőle. Az előadói stílus tulajdonképpen a tudományos stílus beszélt variációjának is tekinthető, egy kicsit ötvözete a tudományos és a szónoki stílusnak. Sok helyen jut kifejezésre, jó esetben az oktatásban is, amikor a tanárnak az a célja, hogy a hallgatósága kövesse és megértse a mondani valóját. Ennek érdekében kell megvilágítani a fogalmakat és az összefüggéseket. A főbb ismertető jegyei. A témára vonatkozó bevezetés, találó és eligazító intonációja, ami megnyeri a hallgatóság figyelmét, a magyarázatra szoruló fogalmak, szakkifejezések ismertetése, közbevetett, sokszor élénkítő funkciójú kérdések, és az elhangzottak visszatérő megismétlése, megint csak azért, hogy a hallgatóság figyelni és követni tudja, és meg is tudja jegyezni. És ezzel elérkeztünk a szépirodalmi vagy művészi stílus réteghez, aminek a teljes következő adást szentelni fogjuk. A legfontosabb ebben a stílus rétegben, hogy eszközként felhasználja a nyelv összes többi stílus rétegét, és plusz olyan művészi hatásra törekszik, amit a többi stílusrétegben hiába keresünk. A legfőbb jellegzetességei a képszerű ábrázolás, változatos nyelvi, stilisztikai, hatásos eszközöknek a használata, választékosság, és legfontosabb, hogy az egyéniség is dominál benne, különben nem beszélhetnénk egy-egy szerző írói stílusáról. Két alapformája, a költői és a prózai, közülük nyilván a költői a választékosabb. Ezzel fogunk foglalkozni a legközelebbi találkozás során. Az eddigi adásokat, hogyha újra akarjátok nézni, valamit átismételni, akkor megtalálhatjátok őket az interneten, a nava.hu oldalon,
és legközelebb pedig még mindig innen folytatjuk a stilisztikától. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám, és remélem, hogy a jövő héten megint találkozunk. Sziasztok!